gyalog megyek, mivel én nem vagyok lusta. Milyen kancsal vagyok szerintem? Beroppant itt. Nem tudok felállni. A feleked? Igen. 3, 2, 1. Amúgy benne voltál. Hello mindenkinek, én Attila vagyok. Én pedig Kitti. És a mai videó újból TikTokos lesz, és itt van velem a hivatalos TikTok sztár is. A csecse Kitti. Tudjátok, hogy a Kittyről, nem is a Kittyvel, hanem a Kittyről már csomó olyan TikTokos videó volt. Amikor az musicaliait, akkor még az volt, hogy már TikTokjait alkottam újra, de valahogy a Kittyvel még sose volt ilyen TikTokos videó. Amit... Nem, hogy ezt nem is értem. Nem is értek én se, hogy hogyan. Sose most... kértél fel engem. Mert nem gondoltam, hogy akarnál ilyen beszerepelni. Hát én nem ajánlom fel. Nem mondom, soha. Hát igen, Kitty csak így kelleti magát. És a mai videó a TikTok trendes videónak lesz a folytatása, ugyanis már volt egy ilyen videóm a Polával, valamint a Fruzsival, mi? Nem is a Fruzsival, úristen. Még egyszer. Hú, de kínos volt. Kitty, mi a hozzáfűzni valód? Hát semmi, kezdjük el. Nem lehetne az én fülhallgatómmal? Nem, nem értem, miért akarod, hogy a tiéddel legyen? Az enyém is nagyon jó. Ez jó. Igen. De Kitty, nagyon alacsony vagy. Miért? Hát, bocs, összehúzza hogy gonoszság. Azt a Úgy, ez nagyon hangos. Most tök hasonlít rád. Ilyen szép szempillái vannak. Ja. Hát igen. Mi van? Mi hát igen. Ugye ennek a trendnek az a lényege, hogy ezzel az arckövetős filtert így magukra rakják, és az azt jelenti, nagyon közelre néznek a kamerába, aztán távolról, és állítólag a kamerának, az az előső kamerája, eltorzítja az arcodat, hogyha így nagyon közelről fotózod magad, ezért távolról érdemes, szóval ezt most leteszteljük, de szerintem a kitélek az arca, ez sehogy sem fog segíteni. Hát szerintem. Szóval annak mindegy. Így jó. Ez 5-ből 3. De még ki sem próbáltuk, akkor miért adsz rá pontot? Hát így első. Benyomás. Igen. Hát én inkább 5-ből 2, mert ez ilyen semmilyen trend szerintem. Kinek mi? Kinek a papné. Így van. De ez így nem jó ennyire közel, azért, mert akkor ez egész... Ha nem kell pózok, akkor nem látszódik az arcod. Most mert így hátra kell emelnem. Azt az elég bullos lett, mi a f***az? Mégis egy nagyon jó... Megváltoztatom, ez 5-ből 5! De várj, rajta van a sapka, az lehet mindent elront, de a hajam az... Hát voltam fodrásznál, nem lett legjobb a végeredmény, hogy úgy mondjam. Én semmit nem csináltam, én szörnyű! Mindent egyszer lehet felvenni. Nem! De nálam ez nem is segít, nálam ugyanolyan szörnyű. Az ó, ez. Szeretem. Én nekem is a kedvenc TikTokerem, Edison Ray. Ezt én már megcsináltam. Mi? Ennyi. Na Kitty, mi ennek a trendnek a lényege? Mondd el most te a kamerának. Hát gondolom az a lényege, hogy egy előnyös fotót mutat először magáról, amin szép, meg minden, és akkor utána pedig egy olyat, ami nem az, hogy nem szép, hanem ami nem ilyen pillanatkép. Nagyon jó volt, nagyon ügyes voltál, jó megfigyelés. Definiáltam. Nagyon jó, de mit tudsz, ismersz ilyen szavakat? Azt találtam ki, hogy itt most a Kitty is fog egy ilyen videót csinálni magáról, valamint én is magamról, aztán összehasonlítjuk, hogy kié lesz itt a viccesem. Jó. Valószínűleg a Kitty, ugyanis róla több rossz kép van. Ez nekem 5-ből. Áááá, fájlod már a bújjam! Sziasztok! Ez nekem 5-ből 5, ez tetszik, ez vicces. Én már válogatom a képeket. Mi van? Már el is kezdted. Úristen, amiket láttok ott, hát a Kitty... Úgy érzem, hogy lehet a Kitty fog nyerni. Éppen nemrég raktam át a laptopomra a képeimet. Ja, és most nincsen annyi képed? Van, de nem. Nem a legjobbak? Aha. Hát sajnálom, sajnálom. Akkor lehet, hogy nem te fogsz nyerni, de kár. De én nem nézek ki olyan jól a kamerában. Aj, Ati, maradj csöndben! Na, és akkor most jönjenek a képek. Na, jó, igaz... ne haragudj, lerúgtalak. Gyámhatóság! Na, eltelt körülbelül 1/4 óra, és mind a ketten végeztünk. Nem tudjuk, hogy a másik milyen munkát végzett. Szóval most arra is mi is együtt fogunk reagálni. Úristen! Neked volt olyan... Jó lett, de a Kitty eléggé lájtos képeket rakott bele. Szóval... Nem akartam ilyen nagyon tokásat, ami mocsmány vagyok. De...
Jaj, de ez nehéz. Ja, de várjál. Ja nem, az úr, és na nézed, nézed. Mit tudod, ez mi lesz? Igen. Úristen! Na, ennek mi a lényeg, ennek a trendnek? Hát lekapcsolódik a villany, és akkor kicserélik egymás öltözetét. Igen, át kell alakulni a másiká, hát igazából ez nálunk már megszokott a Kittyvel, egy a méretünk. A Kittyke amúgy most nem vett fel olyan nagyon csajos ruhát, szóval ez annyira nem lesz. Szóval azt mondod, hogy dagadt is vagyok, és nem vagyok női. De én nem mondtam ilyeneket, te csoda szép vagy. 5-ből 3. Ez olyan semmilyen. Jó. Na most megvagyunk azzal a résszel, ami az elején van, és most az átöltözés, szóval tessék itt a sapkámat, ne szagold meg, kicsit megizzadtam a videó készítése közben. Úristen! Gatyámra vigyázz, mert ez volt, jaj! Kösz! Az jó dobás volt. Én kész vagyok. Ez olyan, mintha az én egyik ruhám lenne. Itt vagy? Igen. Ó, de gyönyörű! Csecsepista! A következő az egy olyan, ami, hát ami majd meglátod. Ezt már megcsináltam tavaly. Ez tavalyi trend. Csak hát ugyebár, akik most jöttek bele a szakmába, azok most csinálják. Le vannak itt maradva? Továbbnak az a lényeg az, hogy duettezni lehet erre, és akkor ugye így a két videót valahogy így össze lehet rakni, majd bevágok ide példát is. Én csinálok egy videót majd Kitty, és te is csinálsz egy duettet, és így cserélünk helyet, és valahogy, szóval ilyen... Tudom, úgy fogjuk. Én nem tudom amúgy mire gondolok, de majd meglátjátok. Én ismerem. Jó volt, nagyon jó volt. Hát úgy lesz az, hogy te kezded, és akkor... Just swing me for somebody as... És akkor így kijél meg... Oh, the sweet and sour... a szöveget is meg kell tanulnunk, nem meghallgatjuk. Just swing me for somebody as... sweet and sour... You're some... Az jó lehet? Nekem ez jónak érződött. Ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá, nőtt álvád! Megint az Edison. Na. Szerintem ennek semmi értelme. Kitty, mindegyiket leszólod eddig, pábulja! Így mutogatnak csak. Hát... Na, azért, mert szerettem volna mindenképpen egy táncos TikTokot is, ugyanis mikor én ezzel volt ez a táncos TikTokos videóm, azt én nagyon imádtam, de most nem akartam egy annyira durvát belerakni, és akkor ezért gondoltam, ez a könnyűt rakom bele, amivel csak a... Hát de ez nekem még nehezebb. Mert itt csak azért... az ujjaiddal táncolsz. Hát de épp azért nehéz. Hát de vannak ujjaid. Még ez ilyen könnyűnek tűnik, csak így ütögetni kell. Hú, na várjatok, lerakjuk ide rátok a telefont, és akkor így betanuljuk. Hú, micsoda. Nekem most már ment? Nekem nem. Nekem sikerül. Ez jó. Jó volt, akkor vegyük. Jaj, de mostan elfelejtettem az na! És ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszek a... Tetszek mi? Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok és írjátok meg lent kommentben, melyik TikTok tetszett, melyik igen. Trend. Valamint akkor azt is írjátok meg kommentben, hogy amikor az volt, hogy ez a szép és ilyen csúnyább képek közül kié lett a viccesebb. Igen. És itt van a TikTokunk, kövessetek be TikTokon, feltöltöttük oda is ezeket a videókat, lájkoljátok meg, nem tudom, és ennyi lett volna ez a videó. És hogyha szeretnétek még TikTokos videót, akkor nyomjatok erre a videó egy lájkot, és én Attila voltam. Én pedig Kitty. Hamarosan újból találkozunk, addig is nagyon TikTokban gazdag nap. Napotok, most, hogy így már vége legyen a súlynak. Szép napotok! És ja, sziasztok! Sziasztok! Zsupsz! Ez most mi volt? Zsupsz, zsupsz, zsupszli! Hú, hát ez nagyon ilyen energia nélküli volt. Újból, berögve! Zsupsz, zsupsz, zsupszli! Hát ez sem volt valami jó, de nem baj. Na csá!